Na sziasztok, egy vloggal érkezek, ami nagyon-nagyon régen volt már, és az a helyzet, hogy mindig ígérem nektek, hogy amikor van történés, akkor csinálok nektek róla videót. Na most ezen a héten lesz történés, és a hétből egy izgalmas napomat szeretném nektek bemutatni, és mivel elég random mód alakul ez a hét, emiatt szintén megint telefonnal fogok vlogolni, de szerintem ezt nem fogjátok tudni megmondani. Na mindegy, kezdjük a napot egy komolyabb edzéssel. Felhoztam Pestre a bicómat, az elektromos bicót, és egy dolgot hagytam otthon. A töltőjét. Milyen ügyes vagyok, nem? Viszont nagyon gyorsan ott vagyok bárhol, bármikor, most. Ha leteszem a telefont. A betegségem után egy lájtos bemelegítéssel kezdtem az edzést, addig, amíg az edzőpartnerem meg nem érkezett. A végtelen súlyok emelése után természetesen egy kis időt szakítottunk a nyújtásra is. Na, meg is voltunk az edzéssel, már robogunk is tovább, és megyünk is be próbálni, mert hát szerda van, ez egy hosszú nap ilyenkor a dancingeseknek. Közben most csak pakolok befelé. Yes, yes, yes. Erőfentjük a verdát mindjárt, mert hát most már nincs olyan jó idő. Azért papesz felvettem ma is a festőszettet full fehérbe. Megyünk majd kicsit festünk. Ott az... Erőfent az öreg. Szóval szerda van, ami azt jelenti, hogy extra sok próba, ráadásul a Krisztiánéknak meg végképp, mert ők ugye többet fognak előadni, nem csak egy táncot, hanem kettőt, és valamint még nyitán tánc, meg minden lesz. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok próba lesz ma, meg ilyen kamerapróba, ilyesmi, olyasmi dolgok, és most van 10 óra 40 perc, ami két dolgot jelent. Az egyik azt, hogy el fogok késni. A másik pedig azt, hogyha 11-re beérek, akkor körülbelül olyan 7-ig ott leszünk bent, és ide megyünk, oda megyünk, ilyet próbálunk, olyat próbálunk végig, szóval izgalmas kis nap lesz, edzéssel elindítottuk a napot, most bemegyek a próbaterembe, és akkor nézzük, hogy hogy állunk ezzel a táncikával. A szombati műsorban Krisztiánnak és Katicának két táncot kellett előadnia. A próba első felén a Bécsi keringőt gyakorolták, én meg addig, hát felvettem őket. És tényleg be van kötve a szeme? Ugyanebben az adásban fognak csinálni Katica és Krisz, csak én még nem ebben fogok szerepelni. Ezzel már egész jól állnak, és egy adáson belül kettőt fognak táncolni, és a másodikban leszek én. Itt közben... Vannak a témák. Szóval azzal még annyira nem állunk jól, mint ők ezzel. De nyilván, mivel meglepetés szereplő vagyok, ezért nem nagyon tudtak előre készülni, hanem még csak két napja kezdtük el gyakorolni a táncot. De csináljuk, csináljuk, haladunk vele. Ennyit kell. Tartsd a hasadból, engedjük bemenni a gyerekek. Kreativitás. Na, ez így történik, igen. Gyere vissza, nem. Gyere vissza, kicsit nem kell. Fekvő, itt a fekvő támaszni akar, igen. Teljesen így tedd be magad mellé. Nem. És ki akarod nyomni magad? Fekvőbe, és én megpörgetlek. Jó, tartsd, de nem foglak orron csapni? Nem, mehet. Nyomd ki magad, gyerünk. Ez egész jó lesz amúgy így. Ezt kérdés, nem mutatjuk meg. Hogyha épp fel akarunk valamit venni, most csak így félkézzel, nem annyira egyszerű. Így tudok csinálni. És így. Sziasztok. Jaj. Nem olyan egyszerű így ezzel az egy és fél kézzel csinálni. Szóval még állványom is van. Record. Jó! Ez már jó lesz! Igen, és hogyha betonra érkezel, akkor... Ez jó! Nem forgott a levegőt! Nem lesz forog!
Robi, az a határtalan kreativitásukkal kitaláltunk egy új mozdulatot is. Műsorban volt egy autónk is, viszont a próbákon természetesen nem volt erre lehetőség, így hát komoly színészi alakításokat láthattam. Sajnos a zene miatt nem tudom feltölteni az egész próbát, így csak a kedvenc jelenetemet szeretném a következőben megmutatni. Itt kisétálunk a képből, hatalmas összhangba, és egyszer csak megérkezik Krisztián. A videót pedig egy kis cyberjumpozással szeretném zárni. Természetesen itt is teszteltem a Galaxy Fold 4-nek az állványüzem módját is. Hey man, you remember Stephanie's little cousin? Yeah, a little feminine motherfucker. You used to be scared of the football. Yeah man, nah, I saw him the other night downtown. Wilding out man, it was crazy. Running around Hennepin, waving a gun at frat boys and shit. Hey dog, I heard you got those trees. Wait dog, you can't possibly be even 13. What you doing open this late? Ain't got no older brothers to hold you in place. Yeah, I know, you gotta get your hustle on and life does go on and fronts like nothing's wrong. State law says you're too young to work, but a couple of bucks will put a gun up under your shirt. Coke, weed, junk and speed, teach me another type of hide and seek. Chemistry, economics, math and business already... A trambulinon 360 szaltó egy nagyon hasonló mozdulat, mint a BMX-el ugratón 360 szaltó, így egy kicsit ezt is gyakoroltam, és később pedig kielemeztem, hogy mind kéne változtatnom ahhoz, hogy BMX-el még jobban menjem. Nem maradhatott el a talajszaltó gyakorlás sem, hát ez az első próba, amint a fejemen is látszik, annyira nem volt tökéletes, de szerintem a második már egy fokkal jobban sikerült. Na szóval, végeztem is a mai nappal. Fú, de fura közben itt látom magamat, mert ugye ki van hajtva a Fold 4, saját magamat itt látom, és közben itt mutogatnak, kérdezik, hogy megyek-e, de hát ingyenes a parkolás. Na szóval, kihajtottam, és itt saját magamat látom a hátlapi, előlapi kamerán. Tudom, nagyon tartalmas nap volt ez a két nap így együtt. Ma is rengeteget próbáltunk, és tegnap már nagyon későn értem haza, nem fért bele a kis levezető szájberezés, de tökre örülök neki, hogy már ez sikerült. Hogyha tetszett ez a napi, kétnapi vlog, és szeretnétek még hasonlót, akkor írjátok le a kommentbe. Köszönjük, hogyha szurkoltatok a triónak, és szerintem szurkoljatok Krisztiánéknak még tovább, mert nagyon ügyesek. Örülök, hogy egy kicsit én is részt vehettem a dancingben újra. Remélem, hogy tetszett a koreográfia, és remélem, hogy tetszett ez a videó, és a következőben találkozunk. Sziasztok!